Előbb így röviden elmondanám, hogy kerülök ide. Én annak könyvkiadást tanultam egyetemen, aztán hát egy kicsit elsodort a világ más irányomba, és 2012-ben kerültem haza, amikor is véletlenül itthon ragadtam, és megalapítottuk a már megboldogult Nál magazint egy nagyon jó barátommal. Eredetileg azért már ingyen szerettünk volna fesztiválozni, aztán rájöttünk, hogy akkoriban még senki nem foglalkozott a feltörekvő zenekarokkal, kisebb előadókkal, és úgy voltunk vele, hogy minek írjuk meg a 75. cikket a Tancsapra új lemezéről, amikor rengeteg iszonyú zenekar van itthon, és róluk is lenne érdemes beszélni. Ezt azért említem, mint első fontos tapasztalást, mert itt kerültem először kapcsolatba a sajtóanyaggal, vagy annak hiányával először. Rengeteg zenekari megkeresést kaptunk. Ezek között voltak borzalmasan rosszak, és kivételesen egy-kettő jó is. Aztán 2015-ben alapítottam meg a Now Books & Music eredetileg irodalmi zenei kiadót, ami aztán azóta inkább a menedzsment irányába ment el. Itt találkoztam másodszorra a sajtóanyag fogalmával, amit hiába raktam össze jól, meglepően nagy érdektelenség fogadta az úgynevezett zenei sajtótól. Annó a Royal Freakout nevű zenekarral kezdtem el ezt a menedzsment dolgot, és 2018-ban döntöttem úgy, hogy ezt egy kicsit professzionálisabban szeretném csinálni, akkor elvégeztem egy egyéves menedzsment képzést, aztán a majdnem híres Rocksuliban pár mesterkurzust. Lett egy klubos projekt, amivel bekerültem egy nemzetközi mentorprogramba, ahol rengeteget tanultam kommunikációról is, most pedig aktívan három zenekarral foglalkozom, teljes menedzsment és kiadói feladatokkal, ez a Woodstock Barbie, az IAM Young és azóta is a Royal Freakout. A helyenek projektmenedzsmentet és kommunikációt csinálok, illetve a Music Hungary kommunikációját intézem, illetve van egy nemzetközi klubos projektem, az NLG Europe. Nagyjából arról szeretnék ma beszélni, hogy mi az a kommunikáció. A kommunikáció célja, hogy eljuttassunk egy üzenetet vagy terméket az emberekhez. Mindenképpen fontos tudni azt, hogy mi az, amit szeretnénk eljuttatni, ezt majd egy kicsit jobban is kifejtem. A kommunikáció elemei a klasszikus sajtózástól, a social médián keresztül, a hírlevélig, bármi lehet. Ami miatt aláhúztam a szóbeszédet, az, hogy a mai online zajban én azt érzem tapasztalat szinten, hogy egyre fontosabb, hogy az emberek beszéljenek arról, hogy te mit csinálsz, vagy mivel foglalkozol, vagy mi a te üzeneted, vagy terméked. Különben nem igazán fog eljutni sehova. Nagyon fontos, hogy megtaláld azokat az embereket, akik tudnak beszélni a te dalaidról, vagy a lemezedről, vagy az akármidről, amit éppen kommunikálni szeretnél. Őket véleményvezéreknek hívják, egy nagyon jó barátom Bulcsú, aki, hogyha azt mondja, hogy ezt a zenét hallgassuk meg, akkor körülbelül 30 ember azonnal meghallgatja, mert ő egy ilyen hatású ember. Nagyon kevés van ilyenekből, őket érdemes levadászni. Bármit kommunikálunk, az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy úgynevezett brand azonos legyen, illeszkedjen a zenekar profiljába, vagy a kiadó profiljába. És hogyha kiadóként gondolunk kampányokra vagy kommunikációra, és mondjuk több előadóval vagy több lemez megjelenéssel dolgozunk egy évben, tök fontos odafigyelni arra, hogy ezeknek legyen egy kvázi éves timingja, ne csúszanak össze, ne legyen hirtelen nagyon sok minden, aztán egy hatalmas üresség, amikor meg nem kommunikálunk semmit. Hogyha mondjuk egy lemez megjelenésről van szó, kommunikációs kampányt érdemes felállítani erre. Én az elején tök nem csináltam, rájöttem, hogy tök jó leírni ezeket egy papírra, egy ilyen sorvezetőnek. Az első lépés mindig az, hogy kitaláljuk, hogy mi az üzenet, amit szeretnénk eljuttatni. Ez lesz a core message, vagy főüzenet, hogyha mondjuk klip megjelenésed van, single megjelenésed van, lemez vagy koncert a fő fókusza a kommunikációnak, erre kell építeni onnantól kezdve az egész kampányt. A kampányterv kialakítása során pont ennek rendelünk alá mindent. Fogok majd egy példát is mutatni, először csak így szaladjunk végig rajta. A kampányterv elemei a főüzenet, a brand statement vagy mission statement az valójában az, ami a kiadónak vagy az adott zenekarnak az arculata. Ehhez mindig igazodni kell bármilyen posztot vagy sajtóanyagot írunk meg. Fontos a kampánycélokat megfogalmazni. Kampánycél rengeteg minden lehet. Lehet az, hogy mondjuk egy teltházas koncertre hegyezzük ki az egész kampányt, lehet az, hogy minél több vinilt adjunk el, ez nyilván az adott kampánytól függ. Célcsoportok kiválasztása, erről majd kicsit részletesebben is fogok beszélni. Kampányforma és csatornák kiválasztása az, amikor fölírod magadnak egy kis listára, hogy milyen eszközöket használsz arra, hogy az üzenetedet eljuttasd.
A célzott üzenetek azok nagyjából egy kisebb részüzenetek, és ezekből elmagyarázza az üzenetmatrix, erre is mutatok mindjárt egy példát. Nyilván ehhez rendelni kell egy büdzsét, mennyi pénzünk van az adott kampányra, és ki kell alakítani a timingot. Hogyha egy konkrét példán keresztül vagyunk végig, ez a Woodstock Barbie-nak a legutóbbi LP-je, itt hibákról is fogok majd beszélni. A core message ebben az esetben az volt, hogy megjelenik a lemez, vegyétek meg, és ezt a kampányt a koncertre hegyeztem ki, ami azt jelenti, hogy nem csak az a lényeg, hogy minél többen meghallgassák az adott LP-t, hanem az, hogy utána minél többen el is jöjjenek a koncertre. A kettő között nagyjából az a különbség, hogy nem lehet később belerakni a jegylinket mondjuk az adott sajtóanyagba, hanem már amikor az első single megjelenik, már akkor azt kezdem el kommunikálni, hogy igen, lesz majd egy lemezbemutató koncert, oda gyertek. Ezt azért ezt választottam, és nem csak simán az LP kommunikációját, mert manapság egy zenekarnak a legnagyobb bevétele ugye az élőzenéből van, kivéve, hogyha Covid van, mert akkor az nincs. De ezt kiadója válogatja, valaki inkább a fizikai megjelenésekre helyezi a hangsúlyt, akkor nyilván arra érdemes kiegyezni az egész kampányt. Kampánycéloknál többfélét lehet megfogalmazni. Egy kampánynak sokféle célja van. Nyilván itt az elsődleges cél az az, hogy a koncertre jöjjenek az emberek, de tök fontos az, hogy koncertszervezők, promóterek felfigyeljenek a zenekarra, mert így lesznek majd koncertek később is. A célcsoportoknál, amit alapjáraton mindenképpen érdemes összeírni, azok az alapdemográfiai adatok. Nagyjából hány éves korosztályhoz szeretnél szólni, nagyjából hol mozognak, városiak, vidékiek. Fontos tudnod, hogy kikhez szólsz. Ezt te tudod a legjobban, főleg akkor, hogyha használod a zenekari Facebook oldal, Insta, YouTube statisztikáit. Nagyon jól ki lehet belőle bogarászni, hogy már milyen követőbázisod van. Ehhez én hozzátenném még azt, hogy érdemes beregisztrálni a Spotify for Artist felületre, Apple Music for Artist, Deezer Backstage. Nagyon jó statisztikákat lehet ott is találni. Tökre segít felmérni, hogy kik hallgatják a zenekart, milyen társadalmi rétegből jönnek. Akár még szokásokat is fel lehet itt fedezni, és ez mondjuk a kampány targetelésénél is fontos lesz. De ugyanakkor ezt fel tudod mérni úgyis, hogy elmész a saját zenekarod vagy előadott koncertjére, és megnézed, hogy kik állnak ott a közönségben. A kampányformák és csatornák kiválasztásánál nyilván ott vannak az adott csatornák, ami mondjuk az adott előadónak vagy zenekarnak a csatornái, de tök fontos gondolni arra, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. Ne csak az előadót Facebook oldalán kommunikálj, hanem használd ki a kiadói Facebook oldalt. Vagy használd ki mondjuk a Hill-nek a Facebook oldalát, küldd el az új megjelenéseket, és a Hill-tagokét mindig megosztjuk. Majd az e-mail és sajtólistára egy kicsit részletesebben is vissza fogok térni. Tök szívesen ajánlom ezt a Groover nevű platformot. Itt 2 euróért igazából úgynevezett influencereknek el lehet küldeni zenéket. Kerültünk már be egy playlistre, Woodstock Barbie-val, pont ennél a kampánynál a francia Rolling Stone magazinba. Amit nem használtam, az a hírlevél. A hírlevél egyébként egy szerintem tök jó csatorna, tök fontos. Tök közvetlenül lehet odérni az embereket. Én azért nem használom, mert se a zenekarnak, se a kiadónak nincsen külön hírlevele. Egyelőre. Mindenképpen tervezek egy ilyet, ami ehelyett alternatíva. Hogyha van bandcampetek, akkor ott lehet üzeneteket küldeni a már feliratkozott, vagy már az RP-t megvásárló embereknek, hogy hello, itt van egy új megjelenés. Az e-mail mindig a legközvetlenebb, és azért célba tapasztaltam szerint a legjobban. A célzott üzeneteknél azt fontos kiválasztani, hogyha mondjuk többféle korcsoportnak, vagy többféle célcsoportot választasz, kihez milyen nyelven szólsz, milyen üzenetet szeretnél eljutatni egy 50-es klasszik blues rajongónak. Nem ugyanazt az üzenetet fogom mondani, mint egy 20 éves stoner rajongónak. Ebben az esetben az a szuper ebben a zenekarban, hogy többféle stílus keveredik benne, többféle helyre lehet lőni. Ezeket a célzott üzeneteket például Facebook csoportban is meg lehet osztani. Rengeteg stílus-specifikus Facebook csoport van, iszonyú pepecs és melós mindegyikbe beposztolgatni, külön úgy megírni, de tök megéri. Hosszú távon fog megtérülni ennek a hatása, de meg fog térülni. Ez az üzenetmátrix, amit láttok, ez igazából arra jó neked egy sorvezető, hogy tudd, hogyha mondjuk hírlevéllel dolgozol, akkor azt kiknek akarod elküldeni, hogyha a sajtóanyagot küldesz, akkor azt csak a sajtósoknak, vagy egyéb helyekre is el akarod eljuttatni.
milyen jellegű Facebook posztokat is, és kampányokat tudsz indítani. Általában ezt kérdezik tőlem a leggyakrabban, hogy mennyit érdemes rászenni Facebookra egy hirdetésre. És ez a legnehezebb. Ebben az esetben én csak ezzel dolgoztam. YouTube hirdetés is van. Hogyha koncertet szeretnél promózni, szerintem az nem annyira hatékony. Hogyha az EP megjelenést akarod promózni és van egy klipped, akkor az tök jó. Én a koncert miatt nem használtam. Facebook hirdetéseknél igazából az első és legfontosabb dolog, hogy mindig az Ads Managerből indítsátok a kampányt, vagy a promóciót. Sokkal több beállítást ad, mint hogyha csak simán a Facebook oldalon keresztül ráteszel valamennyi pénzt. Plusz látni fogod, hogy az adott beállításokkal, amikkel dolgozol, azért az összegér, amit te ráteszel, nagyjából hány embert fogsz elérni. Igazából 1-2000 forinttól kezdődően határa csillagos ég, bármennyit rá lehet szenni. Ami fontos szerintem még ezzel kapcsolatban, hogy ne nagyon sok emberrel üljünk, hanem menjünk vissza a statisztikához, és nézzük meg, hogy kik azok, akik követik a zenekart. Minél jobban szűkíted, annál jobban eléred azokat az embereket, akik egyébként tényleg érdeklődnének az adott lemez vagy zenekar iránt. A timing az egy hosszabb lélegzetű vételű dolog. Hogyha fizikai megjelenéssel is dolgoztok, akkor az első és legfontosabb, amit be kell timingolni, az a gyártás. Mikorra készül el a master, lesz-e vinyl, akkor azt hogyan és mikor kell leadni, elkészül-e az artwork időben, ez tök fontos. Legyen meg egy új sajtópak, új fotókkal, mikorra sikerül leszervezni a fotóst hozzá. Lesz a videóklip, ha igen, akkor azt mikor forgatjuk, hol hozzuk ki, és nagyjából mennyi idő még elkészül. Hogyha ezeket így nagyjából átlátod fejben, akkor lehet elkezdeni gondolkozni azon, hogy a mastert azt mikor töltjük fel a streaming platformokra, vagy az aggregátoron keresztül. Nagyon fontos az, hogy minimum 1-3 hét ennek az átfutása általában. Meg lehet csinálni ezt egy hét alatt is, hogyha az ember meggyorsítja, tök nem érdemes. Én azt mondanám, hogy minimum a megjelenés előtt egy bő hónappal, hogyha a single-ot is megjelentetünk előtte, akár 2-3 hónappal előtt is fel kéne tölteni, mert akkor van lehetőségetek pitchelni dalt. Ez azt jelenti, hogy ha van Spotify for Artist felület, akkor ott még megjelenés előtt már megjelenik az adott kiadvány. Ki tudod választani, hogy mi az a dal, amit te szeretnél editorial playlistekbe beajánlani. Ész róla egy kis pitchet, egy pár mondatos ajánlót lényegében, és kész, csak ugyanezen ezzel párhuzamosan a másik oldalon az aggregátoron keresztül is érdemes ezt elindítani, ezt külön le kell velük beszélni, általában bekérnek ilyenkor egy kampánytervet, hogy te a megjelenéshez mit szeretnél hozzátenni, és így tudják ők a másik oldalról pitchelni. Ezt nem mindegyik aggregátor tudja, a TuneCore például nem igazán, mert ott automatizálva van egy csomó minden. Én a VMMD-vel dolgozom, náluk ez több működik. Pont erről az EP-ről sikerült egy dalt berakatni a hazai gitárok, talán ez volt ez a neve ennek a magyar playlistnek, editorial playlist, tök jó. Erről csak egy zárójeles gondolatot szeretnék még megosztani, tök jó dolog bekerülni playlistre, mert nagyon meg fogja dobni a hallgatottságot. Ugyanakkor nem fog követőket hozni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi százalékban kattintanak át és követik be a zenekart egy playlistről. Amikor már megvan a master, amikor már látjuk, hogy a gyártás mikor készül el, én úgy szoktam, hogy akkor foglalok lemezbemutatót bárhova, koncertet, mert ha valami csúszik, akkor azt át kell rakatni, az kellemetlen. Ha már megvan a töltés és megvan a lemezbemutató dátuma, akkor a következő lépés az az, hogy megcsináljuk a Facebook eventet, majd aztán, illetve előbb, bocsánat, még a hogyha van elővételes jegy, én azt ajánlom, hogy legyen elővételes jegy, akkor azt még megcsinálni, a Facebook eventtel együtt kirakni, és innentől kezdve mehet az a számolgatás, hogy hány singlet fogunk kihozni, hogy jelenjen meg az album. A lemezbemutató dátumától visszafelé érdemes számolni, 2-3 hetes csúszásokkal, mert akkor még a fejekben marad, akkor folyamatosan lesz egy zsizsgés, egy single meghallgatják, tök jó, meghallgatják a következőt, egy EP-t még csak-csak végighallgatnak, egy lemez már nehezebben, ezért érdemes elérakni legalább egy-két dalt. És ezeket külön kommunikálni, külön sajtóanyaggal eljutatni, külön posztokat csinálni. Tök jó, hogyha van elővételes jegy, az még egy plusz poszt. Ki lehet találni egy csomó olyan dolgot, hogy mondjuk, ha merch-e is dolgoztok, akkor milyen merch-et visztek a lemezbemutatóra, erről is mehetnek külön posztok.
hogyha mondjuk kitaláltok ilyen akciókat, hogy együtt adtok valamilyen merchet a jeggyel, az még jobb, mert akkor még inkább a koncert felé fogja vezetni az embereket, és ezek mind-mind kis mikrokommunikációk lehetnek a zenekar vagy előadó oldalain, vagy csatornáin. Ami még a megjelenésekkel kapcsolatban tök fontos, hogyha azt szeretnéd, hogy valamelyik nap megjelenjen premierként valamilyen magazinon az adott single, akkor én azt javaslom, hogy legalább 3 héttel, de inkább egy hónappal előtte érdemes megkeresni az adott médiumot. Iszonyú hálásak lesznek érte, azért meg főleg nagyon hálásak lesznek, hogyha nem aznap külditek el a klip vagy a dal linkjét, amikor a megjelenés van, hanem mondjuk egy héttel előtte már leadjátok neki. Sajtó és PR egy kicsit külön kezelendő a social médiás kommunikációtól. A PR-nek igazából az a lényege, hogy egy kölcsönös kapcsolattartás olyan emberekkel, akik fontosak lehetnek az adott előadó vagy zenekar vagy lemez szempontjából, és ezek nem csak a sajtósok, hanem ahogy említettem a véleményvezérek, de ez lehet akár egy fesztivál szervező is, és ezek mind-mind személyes kommunikációk, nem copy-pastelt e-mail, nem olyan e-mail, amiben BCC-ben vannak, hanem ténylegesen mondjuk a bárpultnál oda menni hozzájuk és dumálni velük arról, hogy lesz egy megjelenés, vagy lesz egy koncert. Sajtónál én többféle sajtólistával dolgozom, illetve többféle e-mail listával. Vannak a számomra kiemeltebb zenei médiumok, akiknek mindig személyesen írok e-mailt, és előtte már esetleg beszélek velük egy-egy megjelenésről. A személyes az azért fontos, mert nagyon-nagyon-nagyon sok e-mailt kapnak, nagyon sokat ki is törölnek olvasatlanul. Ha úgy kezdődik, hogy kedves szerkesztő, akkor összeg meg se nyitják. Nem fog célba írni az e-mail. Az a mondjuk 5-10 médium, akiket te fontosnak tartod, ti fontosnak tartotok a kommunikáció szempontjából, mindenképpen legyen az, akiknek tényleg személyesen írsz valami kedves megjegyzést a legutóbbi találkozótokról, vagy bármi. Minél jobban ismered, annál könnyebb ugye személyessé tenni az e-mailt. Van egy külön listám azokról a szervezőkről, a fesztivál szervezőkről, rádiósokról, akikről, akik szintén fontosak lehetnek egy megjelenés kapcsán. Őket is külön kezelem. Én is egy kicsit lusta vagyok, úgyhogy a többi a médium, akikről tudom, hogy valószínűleg csak copy-paste-elni fogják az egészet, ők nekik küldöm egyben BCC-vel, kedves szerkesztők kezdettel, illetve van egy külön e-mail listám az összes többi blogról, playlistekről, lemezboltokról, bármilyen listát lehet csinálni, ti ismeritek a kiadótokat vagy a zenekarotokat, és ehhez méretlen kell ezt összeállítani. A jó sajtóanyag, a fő üzeneted már megvan, ugye a kampány kidolgozásának az eleje óta. Erre építed az összes infót a sajtóanyagban. A sajtóanyag mindig legyen rövid. Egy nagyon maximum másfél oldal, annál többet nem is igazán olvasnak el az emberek, meg nem is kell több információt belerakni. Nyilván a legfontosabb információk legyenek benne, főleg, hogyha mondjuk megjelenésre vagy koncertre van kihegyezve, mindig legyen benne dátum. Viszont nagyon fontos, hogy ez inkább sztorizgatós legyen. Legyenek benne érzések, amihez lehet kapcsolódni, mert a száraz információkat nem érzi meg az ember, az érzésekhez az érzések meg sokkal közelebb állnak mindenkihez. Ami fontos még, hogy adj neki te címet, különben valószínűleg a blogok nem jó címet adnak neki. Legyen egy olyan rövid lead bevezetője, mint hogyha tényleg egy cikket írnál, ami csak a legfontosabb információt tartalmazza, és abban van a legtöbb érzés, hogy rá is kattintsák, hanem végig is olvassák a cikket. A jó sajtó e-mailbe belekaptam az előbb. Mindig csak pársoros legyen az e-mail, mindig külön csatolva küldje a dolgokat, és a Word dokumentum azért fontos, mert lukstek és copy-paste-elni fogják, PDF-ben nehezebb kimásolni, hagyni fogják az egészet a fenébe, hogyha nekik ez nem kényelmes. Érdemes mindig ajánlani valamit a cikkek cserébe. Az a cél egy ilyen sajtó e-mail elküldésével, hogy ne csak copy-paste-eljék az adott sajtóanyagot, hanem hogyha lehet, akkor készítsenek interjút, vagy egy kritikát, vagy valamilyen exkluzívabb tartalmat, ezeket lehet ajánlani is nekik. Itt egy csomóféle van. Nyilván az exkluzív premier az egyik, hogy náluk jelenik meg először, ezt általában szokták szeretni. Én szoktam dolgozni úgynevezett track by track-ekkel is, megkérem a zenekar egyik tagját, vagy frontemberét, hogy egyesével a dalokról mondjon egy-egy gondolatot, és ez csak egy helyen jelenik meg, tök jó, ezt is általában szeretik a sajtósok.
Fel lehet ajánlani nekik, hogy felírod a vendéglist erre a koncertre, vagy adsz nekik egy pólót, vagy valamit, ezek mind segítik azt, hogy végül érdemben valamilyen cikk megjelenjen náluk. A social media ez egy olyan dolog, amiről tényleg így nagyon órákat lehetne beszélni. Én tök örülnék, hogyha inkább kérdeznétek ezen a ponton. Egyrészt azért, mert ezt én is így gyakorlatban tanulom, napi szinten változik az ügy, nem is ez a szakterületem igazából. Néhány jó tanácsom van ezzel kapcsolatban, amit már el is mondtam, hogy mindig egy menedzserből indítsd a fizetett hirdetést. Nagyon-nagyon ismerd ki a közönségedet, hogy kinek akarod az adott kampányt targetelni. Ami nagyon fontos, hogy az eltérő platformokon eltérő emberek vannak, vesd össze a statisztikát, utasd fel, hogy ott kik mit csinálnak, ott milyen nyelvezettel érdemes beszélni, vagy milyen formátumokat érdemes használni. És nagyjából el is jutottunk a végére. Bármi kérdésetek van, akkor arról itt szívesen beszélek bővebben. Hogy mondtad, hogy a Spotify-nél nem dobja meg a follow-kat, uh-huh. hogy Spotify-ról átmennek, Bandcamp-re vesznek effektíve, vagy nem? Az a tapasztalatom, és ez csak saját teória, hogy nagyon kevéssé esik egybe a Spotify-os és a Bandcamp-es közeg. Én nagyon támogatom a Bandcamp-et, ez egyébként stílus specifikus ügy szerintem. Minél inkább mainstream-ebb az adott zene, amiről kommunikálunk, vagy amiről beszélünk, annál inkább a Spotify lesz a felület, minél nisebb, annál inkább a Bandcamp. És akkor igazából, hogyha Spotify-ra fókuszálsz, akkor onnan mélyekből szerzel pénzt, vagy tömít, inkább csak a terjedés a fókusz? Bocsánat, nem adtam a közepét. Hogy a Spotify fő fókuszod, igen? Akkor ott a rájátszások utáni pénzre mész, mint label, vagy inkább csak egy ilyet terjedésre, tehát hogy amit mondasz, hogy playlistekre terjedsz, hogy onnan inkább nincs, de mégis ott egy fókusz van erre globálisan, nem? Igen, a Spotify egy olyan platform, amit nem lehet megkerülni. A YouTube utáni második legrosszabbul fizető platform. Nem hiszem, hogy az a jó fókusz, hogy ott bármi történjen. Muszáj tolni. Lejátszások után akkor van érdemben bármilyen pénze a labelnek vagy a zenekarnak, hogyha tényleg nagyon sokan hallgatják. A nagy hallgatottsághoz jók egyébként a playlistek, de miután nehéz bekerülni egy ilyen editorial playlistre, főleg a külföldiekre, igazából az egyéb csatornákon is kell követőket gyűjteni, ide-oda terelgetni őket a csatornák között. Én tökre szeretem használni a Songbip nevű toolt. Ez egy ilyen link generátor, beírod a zenekar nevét, vagy az adott albumnak a címét, és kidob egy olyan linket, ami kilistázza ilyen tök szép kis csini gombokkal az összes platformot, amin keres és megtalálja a Spotify-től, a Deezer-en át, a YouTube-ig és a Bandcamp-et is listázza egyébként. Igen. Automatikusan behúzza. És ez tök jó. Érdemes terelgetni YouTube-ról, Spotify-ra az embereket, Bandcamp-ről, Spotify-ra, YouTube-ra, mindenhova. Én szoktam azt csinálni Bandcamp-en egyébként, hogy ami klippes dal, ott a leírásba belinkelem a klippet, hello, ezt is nézd meg valami kis üzenettel. Mert azért ez működik. Van átjárás ezek között a platformok között, csak terelni kell mindenkit hozzá. A saját weboldalra mi gondolsz, hogy még van funkciója a saját weblapnak, hogy inkább egy ilyen master, hogy legyen egy ilyen gyűjteményedek, azon meg mindent el lehet érni másik, nem? Szóval, hogy Facebookon követsz eseményt, Spotify Bandcamp-en szántadon hallgatsz, Instagram kommunikált vizuális anyagot, szóval, hogy látják, hogy látom, hogy az ilyen... Egy landing page-nek szerintem van értelme, és szerintem jobban kifejteni azt, hogy mennyire van értelme egy zenekari weboldalnak. Én? Te. Hát te csináltad az elsőt, nem? Hát, köszönöm szépen. én egy landing page-et használok, a saját weboldalamon egy külön aloldala van mondjuk az adott előadónak, az összes social media, streaming linkkel, mindennel, bióval, letölthető riderrel, de ennek nem is igazából az a funkciója számomra a gyakorlatban, hogy majd onnan találnak el az emberek mindenhova, hanem ennek az az értelme, hogy általában a szervezőknek szoktam a fesztivál szervezőknek ide-oda küldeni, mint egy LPK-t, csak nem letölthető, hanem ott van egyben kattinthatóban. De van akinek hasznos, van aki egy nagyon csini landing page-ot csinál, és akkor nem tehát csak tovább irányít, én ennél egy kicsit
több mindent rakok rá, de igazából ez se egy bonyolult ügy. A weboldalt azért használom, mert nekünk működik egy webshopunk is rajta, megosztok a híreket az adott megjelenésekről, de azt látom, hogy valójában a weboldalra nem igazán mennek. Akkor mennek, hogyha vásárolni akarnak, meg akkor mennek, hogyha konkrétan elküldtem ezt a linket egy szervezőnek, és megnézi, hogy mit csinál a zenekar. A TikTokot nem ennyire tartasz fontosnak? Személy szerint sem ennyire. Kétségtelen, hogy a TikTok az egy olyan felület, amit iszonyú sokan használnak, egyre többen. Öregszik el a felhasználóbázis, most valahol 20 és 35 közötti korosztálynál jár, mert talán így átlagban az eredeti 16-20-tól jutottunk el ide. Egyre több zenekar is csinálott magának profilt. Én azt gondolom, hogy ez az adott előadótól vagy kiadótól függ, hogy érdemes-e használni. Én olyan előadókkal dolgozom, akiknek tök stílus és életidegen lenne a TikTokozás. Mondjuk a Follow the Flow-nak nem lenne az, IAM-nak tök igen. Az egy másfajta nyelvezet, másfajta formátum, nagyon rövid videókkal dolgozol, challenge-eket kell csinálni, hogyha valakinek ez nem brand azonos, nem jön őszintén, akkor én azt javaslom, hogy inkább nem használja. Nagyon remélem, hogy nem fog eljutni a TikTok odáig, hogy annyira megkerülhetetlen platform legyen, mint mondjuk a Facebook, de nagyon erős. És az látszik, hogy még régi zenéket is vissza tud hozni a köztudatba. Új zenéket is nagyon-nagyon gyorsan tud terjeszteni. Az még számomra nem egészen világos, hogy ez mennyire hosszú távú hatás, vagy csak átmeneti felívelés, aztán majd nem emlékszik rá fél év múlva senki. Köszönöm. Köszönöm szépen.